Hello, szia Tani. Igen, hát eljutottam idáig is. Mi a helyzet? Nagyon szarul hallani a mikrofonom amúgy? Vagy normális? Csak halk vagy ilyesmi? Aha. Az a baj, a múltkor szerelnem kellett rajta egy kicsit, és lehet, hogy nem lett a legjobb, úgyhogy meg kell vennem egyet. Na mindegy. Most így megyünk tovább. Melóba vagy? DC-n bementem a lágos csatornába, gondolod akkor. Ja, a meló, ezt meg összetörtem, nem baj. Ja, néztem a Discordon, tök jót építettél. Majd valamikor megnézem élőben is. De jól sikerült. Mostanában elmentek a napok. Melón is lehet, hogy lesz egy kis változás, de majd meglátjuk, ez kiderül így a héten elvileg. Meg hétvégén meg a gyereket vittem, egy osztálytársának volt szülinapja. Na, másfél nap alatt, ez szép. Jó, mondjuk ha nekiállsz, és az nettó másfél nap, akkor mondjuk igen, annyi elég neki. Most egy kis enyhe alkotói válság is van, hogy mit építsek. Mondjuk igaz, ilyen farm ötletek azok már ugye régóta vannak, de lehet, hogy valamelyikeket elkezdem, vagy valami. Most így beindult az év, aztán nem tudom, hogy ilyen nagy projektnek nekiálljak-e. De rossz az FPS-em. Nem tudom, itt a P-Studio-nak a kivezérlési jelzőjén olyan, mint hogyha mindig lenne valami a mikrofon hangban, mindig lenne valami input. Fölibe. Ja, értem, tudom, hogy beszéltünk, igen, hát. Oh.
Na, bocsánat, ezt nem sikerült lenémítanom időben. Csak akartam mondani közben, hogy a kihívást azt szerintem lehet, hogy még megcsinálom én is. Az még talán belefér most így az időben. Nem, majd kiderül. Arra van egy ötletem, de csak ilyen nagy vonalakban, aztán majd meglátjuk, hogy mire lesz elég. Még van idő amúgy a kihívásra, ugye? Nem maradtam le róla, vagy ilyesmi. Remélem. Még bízom benne, hogy Zé is az utolsó pillanatra hagyja, és akkor lesz rá idő. Tényleg már azt sem tudom, melyik láda mire való. Na várjál, ezek hol voltak? Szerintem ezeket valahogy elrakottam. Talán még itt a nedörös tuszba befér. Felesleges időtöltésnek tűnik ez a rendezgetés, de muszáj. Már el vagyok szokva tőle. Jó, és megnézzük még mik estek le. Meg még mit tudnak leesni. Nem tudom, olyan szaggatok valahogy. A gépem nem áll a helyzet magaslatán. Már rossz az FPS-en. Még csak a memóriának 28%-át használja. Na mindegy. Tupe. Így a gyertyák azok így a levegőben maradnak. Oké. Mondom azért, hogy lehessen ilyen Harry Potteres témát csinálni, vagy valami.
Ezt egész gyorsan sikerült lebontani. Mert csak ezek az ágak vannak, ugye? Lehet, hogy holnap rendelek, sőt, de már lehet, hogy ma este fogok valamire headsetet rendelni, és akkor lehet, hogy már a héten megérkezik. És akkor megnézek valami olyat, aminek egy kicsit jobban mikrofonja, hát ha. Ez így nem az igazi. Ezt meg föntről kéne. Különben ott lég levegő buborékok keletkeznek. Neked Tanyag ilyen hamar elkezdődött az éjszakázás? Decemberben úgy megvoltál könnyebbülve, hogy csak eltörtem. Megvoltál könnyebbülve, hogy már le van tudva. Akkor ezek szerint csak egy rövid időre volt, hogy letudva. Biztos építesz majd valamit. Oké. Nem beszéljünk. Úgyis ilyen rövid streamet terveztem, úgyhogy lehet, hogy akár. Csak ezt a fát le akartam bontani. Meg azért csak körülnézni, hogy mi a helyzet. Tehát szerintem sok minden nem termelt. Valószínűleg. Ez marad így. Thank you.
Petrát. Ja, ennyi volt. Ez miért kaptam annyi XP-t, hogy frissebb volt minden? Viszont lehet, hogy még csinálok egy kis rakétát, ha már itt vagyok. Ja, meg ugye volt egy kis szabadidőm, akkor azért DCS-t is próbálgattam. Majd lehet, hogy egyszer streamelem egy kicsit, csak hát az a baj, hogy maga a játék az már talán úgy, ahogy menne, de az a probléma, hogy ez kéne valami ilyen virtuális isek vagy valami, mert ugye így körbe kéne tudnom nézni meg minden. És próbálkoztam ilyen megoldásokkal, hogy van ilyen ingyenes, hogy a webkamera érzékeli így a fejedet, és akkor ilyen kicsit ilyen AI technológiával, ilyen AI-jal így megvan oldva, hogy így tudja követni az arcodat, hogy merre fordulsz, és akkor így a, mit tudom én, elfordogatod annyira a fejed, hogy még a szemed sarkából lásd a monitort, és akkor így lehet így forgulódni. Ez nem rossz, csak ilyen elég rossz FPS-sel csinálja, és így már így megfájdul az embernek a feje már a végére, már így annyira ilyen zavaró, ahogy így ugrálsz gyakorlatilag benne, tehát így nem ilyen szépen smoothen, meg néha ugrál akkor is, amikor nem kéne. Tehát ezeket lehet elvileg finomítani, még lehet, hogy kísérletezek vele, de én nagyon nem akarok költeni énekre, mert most így annyit nem hiszem, hogy játszok majd, hogy megérje. Még próbálkozok vele, mert igazából nekem az is elég lenne, ha nem kéne gombbal mondjuk csak az oldalra nézést, csak a fölfele nézést így, tehát hogy így nyomkodni külön, hanem mondjuk ilyen a határát be lehet állítani egy kis görbén, hogy mikortól aktiválódjon, és akkor meg lehetne azt csinálni, hogy ilyen, mit tudom, egy kicsit nagyobb fejmozdulatnál mozdulna abba az irányba, és akkor így nagyjából stabil maradna mindig az adott nézet. És akkor nem lenne olyan zavaró, mert amúgy így javarészt azért előre fele kell nézni, csak ilyen gyakorlásoknál nem gond, bár egyébként ilyen megyek egy kört, repülök egy kört, vagy felszállás, így csak körül kell nézni, azért az úgy sokkal jobb. Vagy repülés közben itt ilyen leszálló pályát is szemmel megnézni, hogyha újra le akarok szállni, vagy hogy közelítsem meg. Úgyhogy, de viszont később meg ugye ilyen légicsatáknál, ott figyelemmel kell kísérni folyamatosan az ellenfelet, aztán ez ahhoz mindenképp az kéne, hogy én intuitív legyen. Úgyhogy ez van. Na, hát akkor lebontottuk a fát. Még egyszer mindenkinek boldog új évet, és majd ez ilyen kis rövid hétköznapi stream volt. Majd nem tudom, talán hétvége, vagy valami, majd egyszer csak jövök. Sziasztok!